Itt a Garai utcában kezdődik meg a víziközmű rendszer felújítása Bátaszéken, amennyiben az ehhez szükséges forrás egy részét elnyeri az önkormányzat egy pályázaton. A nettó 24,5 millió forintos beruházáshoz a településnek 7 millió 600 ezer forinttal kellene hozzájárulnia. Bátaszék a mostani pályázatot Alsónyékkel, Bátával és Pörbőjjel közösen nyújtja be. Úgy gondoltuk, hogy mielőtt a Garai utca egyébként is 2019-ben zajló rekonstrukció megkezdődik, amíg hátra lévő mintegy 505 folyométernyi szakasz felújítását szeretnénk megoldani. Ezen a szakaszon kicserélésre kerülne a régi 1961-ben épült aszbesztemencső, illetve valamennyi házi bekötés megújulna a mai korszerű műanyag csöves rendszerbe. A korábbi ivóvízjavító programban, amiben szintén ez a négy település vett részt, épp a régi csöveket nem cserélték ki. Így a kristálytiszta víz az előregedett rendszerbe megy bele, emiatt az íze sem jó, mondja Dózsa Pál Tibor, Alsónyék polgármestere. A szűrővel rendelkező háztartásoknál állandó szűrőcsere van, ahol nincs, ott van, amikor üledék van a vízben, és akkor megkapjuk azt, hogy hát milyen minőségű vízünk van, hogyha elvileg rosszabb, mint a korábbi. Na most azért azt tudni kell, hogy Alsónyék esetében 63-ban épült a vízhálózat, tehát mindenképp korszerűtlenek a csövek. A felújítás Bátán a 10 kilométernyi víziközműből mindössze 700 métert érintene. A 31 millió forintos felújításhoz az önkormányzatnak közel 10 millió forinttal kellene hozzájárulnia. A település vezetése fontolgatja, hogy megduplázza a felújítandó hozt. Ha a képviselőtestület megszavazná az önerőt az 1400 méterre, akkor első olvasatba eljutnánk a központig a Báta táblától, ami nagyon fontos lenne. A településeknek február végéig van lehetőségük benyújtani a pályázatot az összesen több mint 70 millió forintos fejlesztésre.